Már a január 16-ai Debrecen elleni meccsen is betegen vállalta a játékot több kisvárdai kézilabdázó, az elmúlt szombatra kiírt MTK Budapest elleni találkozóra pedig el sem tudott utazni a csapat. A keretből 12-en küzdöttek lázas megfázással, és mivel a fővárosiak belementek az időpontmódosításba, a szövetség is rábólintott a halasztásra. Azóta meggyógyultak a betegek, így a hét második felében már a teljes kerettel dolgozhatott Dévényi János edző. Hétfőre a játékosok túlnyomó többsége már felépült, el tudta kezdeni a munkát, viszont kedden, illetve szerdára lett teljes a keret, akkor még hétfőn mindig hárman beteg állományban voltak, de azóta megkezdtük a munkát, tudunk dolgozni, hála jó Istennek, azt mondanám, hogy a lányok jó kondícióban vannak, tehát annyira remélhetőleg nem látjuk eddig a jelét, hogy megviselte volna őket a betegség, aztán természetesen majd hétvégén meglátjuk, de az edzés munkájukban hál' Istennek nem látszik. A legutóbbi fordulóban a Békés Csaba némileg váratlanul legyőzte a Vácot, így a Kisvárda a 13. kieső helyre csúszott vissza a tabellán. Egy szombati győzelemmel a várdaiak megelőznék az egy ponttal előttük álló MTK Budapestet. Ugye mind a két csapatnak elvileg kötelező lenne győzni, úgyhogy ennek megfelelően biztos, hogy elég parás hangulatú meccs lesz. Bízom benne, hogy a végkimenetele számunkra lesz pozitív. Nehéz mérkőzésre számít a kisvárdai edző is, aki szerint a védekezés és a kapus teljesítmény dönthet a két pont sorsáról. Komoly rangadó lesz, mind a két csapat nagyon fel fog készülni egymásból. Én úgy gondolom, hogy egy természetesen mindig a kulcs a jó védekezés, illetve emellett ugye, ami hozzáadódik a kapus teljesítmény. Ez lesz a kulcs a mérkőzésen. Ha ugye most igazolták Termányt a bal kettőben, tudjuk kicsit is semlegesíteni, úgymond ugye ő előszeretettel lő távolról, arra készülünk természetesen, illetve átnéztük az összes taktikai variációkat, ez szerint készülünk, próbáljuk minél jobban megvalósítani, illetve minél jobban felkészíteni a csapatot. A klubhoz kapcsolódó hír, hogy a szerb válogatott átlövő Marina Dmitrovic meghosszabbította a szerződését, így 2019 nyaráig erősíti a kisvárdai csapatot.